Már is kezdődik a Stereo, itt 93.4-en az otthon hangján, Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Nagy András Gábor Bugyi polgármestere. Jó reggelt! Jó reggelt, köszönöm a meghívást! Szeptember óta nem találkoztunk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy kicsit visszatekerjük az idő kerekét, és megnézzük, hogy hogyan is indult a tanév, a nevelési év a településen. Számokról tudunk beszámolni, és szépek ezek a számok. Igen, a Kazinci általános iskolába körülbelül 360 diák jár, a Beleznai János Református általános iskolába körülbelül 160 diák jár, és ott már 75 egyéb településről érkezik. Ők ugye a nagyobbak, de hát egy beruházás révén a kisebbekről is szót tudunk ejteni, hiszen ha jól tudom, akkor nem régiben adták át a Széchenyi téri Bobita óvoda egy részét. Igen, bővítve lett az ovoda, és a múlt héten adtuk át a ceremóniával, díszes ceremóniával, és így még egy csoporttal több gyermek járhat nálunk az óvodába, úgyhogy 200-ra emelkedett az óvisoknak a száma. Milyen beruházásról van itt szó, milyen számokról tudunk beszélni? Ez egy topos pályázat, 259 millió forintos összeget nyertünk. Ezt valamennyivel ki kellett egészítenünk, mert az udvart is szerettük volna akkor már teljesen megcsinálni, meg voltak egyéb kisebb beruházások, az anyagi elszámolások még most folynak, és ezáltal akadálymentes lett ö, napelemeket szereltünk föl a tetőre, hogy az energiállátás is minimalizálódjon. Hőszigetelést ö, csináltunk végig. Úgyhogy tulajdonképpen a 21. századnak megfelelő lett az óvoda. Hogy érzi ezzel a csoporttal, ki van elégítve az igény, ami a gyerekek létszámát illeti? Biztos tudnánk még egy csoportot kiállítani, pillanatnyilag ennyi fér bele a büdzsébe. Hogyan alakul egyébként a gyermek a településen? Nem várok konkrét számokat, hiszen nem egyeztettünk ezt illetően, de hogyha átlagot tudunk mondani. Nálunk lassan, nagyon lassan növekszik az önkormányzat döntése tavalyi döntése miatt nincs egy lakossági létszámbum, mert szeretnénk, hogyha település élhető maradna, és ezért egy lassú növekedés mutatkozik. Az óvodát tehát átadták, de hát egyéb beruházásokról, fejlesztésekről is tudunk beszélni. Igen, az orvosi rendelő, leendő orvosi rendelő pályázatát kiírtuk, a hiánypótlás folyik most pillanatilag, az orvosi rendelő mellett a, ez a Kossuth Lajos utca 17, 17 mögötti orvosi rendelő lesz. Az Erzsébet királynét és a Kossuth Lajos utcát ugyanitt összeköti majd egy Irinyi József nevű utca, amely mellett kerékpárút megy és mind a két oldalon járda. Ennek a pályázata is ki van írva, valamint az új utca egy része mellett kerékpársávot alakítunk ki, ez öt meghívásos beruházás lesz, és ez is most van tárgyalás alatt, és akkor az Ócsai út és a Szőlő utca közötti rész mind a két oldalon egy-egy kerékpársávot kap. Ezen tételek esetében tudunk számokat mondani, milyen értékű beruházásokról beszélhetünk? Hát körülbelül olyan 150 millió forint körüli talán az Irinyi utca, 50 millió forint körüli a mellette nem pályázatból épülő kerékpárút és járda. Az orvosi rendelő az, hát még, még most folynak a számok egyeztetése, úgyhogy most még nem mondanék róla számot. Az új utcai kerékpárút még most van a vagy a tárgyalások alatt, úgyhogy azt sem említeném meg. Az önkormányzatnak vannak tervei, amiben szerepel, de most még mindenki hallhatja. Bizonyos utakat már hallhattuk, és utak építéséről is beszéltünk. Vannak még olyan szakaszok, amelyek esetlegesen felújításra, kiépítésre várnak, csak még nem érkezett forrás, nem érkezett olyan pályázat, amivel ez megvalósítható lenne. Igen, a nagyon lényeges, hogy az, amit pályázati forrás nélkül is meg kell csinálnunk, az az űrbőjút melletti kerékpárút és járda, valamint a Templom utca melletti kerékpárút és járda, ez tulajdonképpen egy szakasz, hogy ott megoldódjon a kerékpárosok és gyalogosok közlekedése, mert ez az az útvonal, ahol egyébként a nehéz gépjárművek haladhatnak a településen. Nem akarok túl anyagiasnak tűnni, de ha útépítésről van szó, akkor mindig óriási tételekről beszélünk. Itt tudunk számokat mondani a hallgatóinknak. Ez még tulajdonképpen tervezés alatt van, de hosszát ismerve biztos ez is lesz egy olyan 200 millió forintos beruházás. A jövőben tehát erről is beszélgetünk majd itt az otthon hangján. A fejlesztések beruházása akkor meg kell említenünk a daköv fejlesztését. Igen, a dakövnek két fejlesztése van pillanatnyilag. Az egyiket a lakosság már érezheti, mert a rádiós vízórákat szerelünk föl, és a Kosutajos utcában már majdnem végig föl vannak szerelve. A tegnapi bizottságülésen határoztunk róla, hogy ahhoz, hogy a Lajos utca teljesen végig legyen szerelve, ahhoz még egy néhány órát finanszíroznia kell a településnek, valamint a, az ivóvíz berendezések rehabilitációja következik el, ahol is a szűrőműveknek a cseréje lesz. Hát ez egy olyan jó 10 milliós beruházás, úgyhogy meg kell nézni, hogy hova adjuk ki a pénzünket. A rádiós víznérőrák felszerelése miért olyan fontos? Mit jelent mindez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy a Daköv munkatársainak, amikor le kell olvasniuk a vízórákat, akkor nem kell becsöngetni, hanem egy személygépjárművel gépjárművel vagy valami, amiben van szerelve a rádiós vevőegység, végig mennek az utcán és ö, tudják venni az adatokat. A következő beruházásunk úgy van tervezve, hogy 2024-ben a következő leghosszabb utca, az a Teleki utca lesz, ahol újra ugyancsak felszerelünk ö, vízórákat. Sok dolgot érintettünk így a fejlesztések, pályázatok, beruházások terén. Van olyan terület még, amire, amire vár az önkormányzat, amin jó lenne egy kicsit változtatni, jó lenne egy kis pénzt beleinvestálni, de még nem jött meg az a forrás, ahonnan ezt meg lehetne oldani. Hát van egy, a település nagy az elkerült befejezése, az, amibe az önkormányzat már az összes lépést megtette, amit tehetett, Pillanilag is a jogi procedúrák folynak, mert a, a vezetékjogok, a vezetékek áthelyezése az folyamatban van. Hát ez egy nagy álma, ez egy 40 éves álma a településnek, ezért lépdelünk most előre. Hogy látja, mikor valósulhat meg ez az álom? Tudom, hogy nehéz a jövőbe tekinteni, pláne úgy, hogy mögöttünk van már 40 év, na de mégiscsak, ha minden jól megy, a csillagok is úgy állnak. Hát, hát, hogyha az összes csillag úgy áll, akkor gondolom van egy kis jogi, Tennivalója a kormánynak, és azonnal lehetne építeni, de tudom, hogy most más anyagi helyzet van, tehát nem tudok olyat álmodni, amit lehetetlen. Az iskola kezdéssel indítottuk az előző blokkot, és tulajdonképpen az iskola kezdéssel indítjuk ezt a blokkot is, hiszen egy buszjárat indult, amely igen csak megkönnyíti az iskolások helyzetét. Igen. Dabasról indul egy buszjárat, a középiskolások nyolcadik órája után haza tudnak azzal jönni Bugyira, amit idáig az önkormányzat finanszírozott buszjáratot, azt most a Monori Volán finanszírozza, úgyhogy haza tudnak jönni a gyerekek időben. Sokan járnak egyébként Dabasra, Bugyiról? Miért igen, a igen, sok gyerek jár, és nagyon nagy gondot jelentett a szülőknek, hogy ha a gyerek lemarad a félhármas buszról, akkor mit csinál a fél ötig, és ez most nagyon megoldja a helyzetet. Tehát van iskolai buszjárat, ugye itt adáson kívül beszélgettünk arról, hogy elegendő a pedagógus állománya szeptemberben szerintem minden településen téma volt, úgyhogy mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy pillanatnyilag az iskolákban, Megfelelő számú pedagógus dolgozik, természetesen helyettesítésekkel megoldva, de megfelelő számú. Mi az óvodával azért küzdünk, hogy megfelelő számú óvodapedagógus, pedagógus asszisztens legyen, hogy a gyerekek a megfelelő nevelést kapják. Erről szerintem még beszélgetni fogunk az elkövetkezendő időszakban is, de most egy kicsit visszapörgetjük az idő kerekét még hozzá a programok miatt, hiszen sok-sok program volt az elmúlt hónapokban Bugyi településen. Igen, hát a, volt az augusztus 20-a, az mindenkinél volt, aztán volt Bugyin a Krumpli Fesztivál, az augusztus 20-ai nagy koncert után azért nehéz volt nagyot, lőni, de sikerült, mert, mert egy nagyon jó Krumpi sikerült kialakítani a Bugyeláris Egyesülettel és az önkormányzattal közösen nagyon sok vállalkozó segített benne, nagyon sok magánszemély segített benne, valamint az önkormányzati intézmények. Aztán utána sajnos el kellett halasztanunk a, a szokásos szeptemberi hulladék gyűjtésünket, mert most ugye a hulladék politika átalakult, és ehhez alkalmazkodva, hogy valahogy máshogy kell kialakítani ezt a programrészt. Hát aztán utána volt a születi felvonulás, ami a legdíszesebb programja szokott lenni a településnek, gyönyörűen beöltözve, 27 hintó, élőzenével ment most a program, úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy a legnagyobb területre terjedő program volt Bugyin, és nagyon színes. A születi felvonulás volt tulajdonképpen a kezdő motivuma a mobilitási hétnek, aminek második napján a születi felvonulás utáni napon volt a krumpli futam, ahol is nagyon-nagyon sok gyerek és felnőtt vett részt, futottak 500 métert, futottak kismaratont, félmaratont, és olyan nagy a kereslet már rá, hogy a szervező kollégám, amikor elindította a jelentkezéseket, akkor pikpak beteltek a helyek, és már több embert nem tudott felvenni a a település nagyon sok 50 órás középiskolás jött segíteni. Segítettek a rendőrök, segítettek a polgárőrök, a közterületfelügyelet, de a, a diákok nagyon-nagyon sokat segítettek abban, hogy nehogy eltévedjen valamelyik a település nem ismerő, hosszú futó. Aztán volt ugyanennek a programsorozatnak egy részén egy kerékpáros felvonulás, és a Kemzozó nevű kerékpáros akrobata mutatott be nagyon sok dolgot a településen lakóknak, főleg a gyerekeknek. És a, ez az egész programsorozat egy reggelivel fejeződött be, ugyanúgy, mint tavaly, hogy a művelődési ház dolgozói és a hivatal dolgozói a kerékpárral, gyalogosan, rollerrel érkezőket az iskolánál egy reggelivel várták. Nagyon nagy sikere volt ennek is, mint minden egyes programrésznek, mert volt ebben a programban egy tulajdonképpen egy ö, kincskeresés, körbe kellett menni bizonyos pontokon, és az, aki megnyerte a kincskeresést, három gyermek, a második, harmadik helyzet egy-egy okosórát nyert, az első helyzet egy személyre szabottan összerakott kerékpárt. Mennyire sikerült megmozgatni a település apránán nagyját. Ugye említette, hogy nagyon-nagyon népszerűek voltak a programok, a szüreti felvonulás visszatérő elem, a krumpli futam is immáron visszatérő elem, na de hát a bringás reggel, és azért voltak kincskeresés, ezek új elemek voltak a programpalettán. Igen, ennek nagyon örülök, hogy behozták a, a fiatal, fiatalabb kollégáim, hát olyan nagy volt a sikere, hogy a, a, szülők a krumpli futamon jöttek oda, hogy akkor hogy mint kell majd indulni, hogyha valaki délutános műszakban dolgozik, az teljesítheti a -e délelőtt, mert minden napra más számokat találtak ki a művelődési ház dolgozói, és ugye teljesíteni kellett minden napot, hogy, hogy nagyobb eséllyel induljon a főnyereményére a gyermek, és így sikerült, hogy a, ki tudtuk osztani az okosórákat és a kerékpárt. Hogy látja ez a közösségi kohéziót? Hogyan, mennyiben támogatja ezek a rendezvények, ezek az újítások a programpalettán? Én, én úgy gondolom, hogy abban az esetben, amikor a nagyszülő, a szülő izgul a gyerekére, a gyerek izgul, hogy apa minél hamarabb hazajöjjön, vagy anya minél hamarabb hazajöjjön, hogy minél hamarabb, hamarabb teljesítsük a feladatokat, ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon jó összekovácsolója a családoknak is, ami nagyon fontos, a közösségeknek is, úgyhogy nagyon jót tesz a településnek. Ami még jót tesz a településnek, az a további programok, hiszen itt nem állunk meg, az elkövetkezendő időszakban is számos programelem várja az érdeklődőket. Igen, ebből, ebből a, ezekből a programelemekből van amelyik intézményi programelem, amit a művelődési ház, vagy a a tájház vagy a sportegyesület szervez, és aztán vannak teljesen civil kezdeményezések, aminek nagyon örülök, mert ennek az elindulása az, ami inspirálja aztán a, az intézményi szervezéseket, hogy minél tartalmasabb, minél jobb programokat csináljunk. Hát a művelődési ház, ugye az október 23-ai megemlékezés lesz a, a következő, ami lesz, aztán lesz egy kvízverseny, és az, amit most belátok, az november 11-én lesz, az orvosok a zenében a mostani sorozatnak az utolsó eleme, de természetesen utána folytatódik minden egészen december 31-ig, amikor is vége lesz az évnek, és a következő tervek már arról szólnak. A tájházban ott a szokásos ö, süti fesztivál lesz, ö, valamint lesz egy kékfestő és ö, ilyen nyakláncfűző. Ö, Foglalkozás. Visszakanyarodnék kicsit a Süti Fesztiválra, hiszen ez is egy visszatérő elem, és említette így adáson kívül a polgármester úr, hogy hát évről évre azért sikerül megkóstolni egy-két süteményt. Milyen süteményeket vonultat fel ez a rendezvény? Miket ismert meg, és melyek azok a klasszikusok, amelyek jó, ha feltűnnek, és jó megkóstolni őket évről évre? Én azt mondom, hogy a finom sütemények, de, de tényleg úgy van, hogy a fotós kollégámmal, mikor lefotózunk a gyönyörűbb légy, gyönyörűbb és finomabbnál finomabb sütiket, hát azért szoktunk csippenteni, kóstolgatni. Én szeretem a sós kategóriát is, szeretem az édes kategóriát is. Van, amikor nagyon különlegeseket hoznak, tehát olyan műremekeket, amiket hát kár elvágni, mert tulajdonképpen nézegetni kéne, és mellette nagyon finomak. Aztán vannak olyanok, amik a klasszikus lakodalmi sütemények, amiknek megszoktuk az ízét, és érezhetünk benne egy pici változást, vagy más ízesítéssel, azok is nagyon finomak szoktak lenni, de hát a különlegességeket azért az jó esik megkóstolni. Egyébként a, a népi kategóriában is a a pogácsák, az, azt hinné az ember, hogy a pogácsa az pogácsa, és aztán kiderül, hogy a mondjuk oda felvonultatott 15 féle pogácsa, az 15 féle, 15 féle ízű, és nagyon-nagyon finomak. Említette, hogy nagyon-nagyon fontos a közösségi kohézió szempontjából, hogy ilyenkor a családok együtt mozdulnak meg. Nagypapa az unokával, vagy éppen a, a gyermekkel együtt mennek el futni, vagy vesznek részt a születi felvonuláson. Itt a süti verseny esetében megfigyelhető egyfajta generációváltás. Anyuka átadja a tudást a gyermeknek, és legközelebb már a gyermek viszi a tájházba a süteményt. Igen, megfigyelhető. Régebben a nagymamák hozták elsősorban, aztán egyszer csak hozták a, 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 gyere, a, a nagymamákhoz képesti gyerekek, akik mondjuk a mostani ötvenesek, és aztán beléptek a, az egészen gyerekkorúak, akik oda mernek á, állni anya mellé, és mernek segíteni, és hát olyan Jamie Oliveresen, ahogy a gyerekeivel süt főz, valószínűleg ott is a anyukával, apukával süt főz a gyerek közösségi élet ezek szerint él és virágzik, Bugyin. Igen, azt mondhatom, hogy igen. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy a mai reggelt velünk indította. Sok sikert kívánok a programokhoz, és várjuk vissza a fejlesztések beszámolóit illetően. Köszönöm a meghívást. Vendégünk itt az otthon hangján, nagyon deres Gábor Bugyi polgármestere volt. Köszönjük.